Én letettem a garast, hogy a népemért és a népemnek, népemről akarok beszélni. Úgyhogy nekem minden szobrom a magyarsággal kapcsolatos. Ez egy ilyen Szibéria volt, ez a magyar terület. Ide jöttek azok, akiket fel kellett volna akasztani, mert mondjuk fasiszta katonák voltak, ők pártagok, és büntetésből a magyarok közé elküldték őket. Hát aztán el lehet képzelni, hogy ezek hogy viselkedtek. Én úgy tapasztaltam meg őket, mint első nap, mikor jövök ki az iskolába, volt ilyen vitaiszkötéses kis ruhám, negyedikes voltam, és utána egy nagy darab pasas, meg leszakítja ezeket a vitézkötéseket, és kapok két nagy pofont, nem tudom mitől. Hát ilyen karszallag volt rajta, hát akkoriban divat volt. Ugye abban a pillanatban kellett mindenkinek tudni szlovákul, öreg az embereket megnyírtak, megpofasztak, megbüntettek, és hát telepítettek. Vitték a barátokat. Közben anyámmal voltunk tüntetni magyar iskoláért, hát persze szó sem lehetett róla. Az iskolában egy szót nem mondtak magyarul, sőt, ha beszéltünk egymás közt, megpofozták, megfüzettettek bennünket, beszakkénoztak bennünket. Úgyhogy harmadszorra sikerült az elsőt elvégeznem. Hát ez így volt majdnem mindenkivel. Aztán közben megtanultam, hogy a szlovákon, a polgárit, a középiskolát elvégeztem szlovákul, és aztán megnyitották a magyar gimnáziumot, azonnal átmentünk, és a magyar gimbe végeztem. Úgyhogy ez olyan a szokványos szöveg, de vessük elképzelni, hogy 10 éves, 10 éves fiatal gyereket megaláznak, lehülyézik, és azt hittük, hogy mi vagyunk a legbutábbak, mert hát ők tudtak beszélni, meg nem. Akkor elmentem pedagógiára, hogy ne vigyenek el a katonának. Rajz és matematika szakra. Utáltam matematikát, de orosz nem akartam, mert csak ez a két kombináció volt, orosz vagy számtan, inkább számtanra mentem. És az ottani tanárom felfedezte, hogy érzékem van a plasztikához, a plasztikusra rajzolok, és mintáztatott, úgyhogy tulajdonképpen a mosdóba egy műtermet csináltam, és mindenkit megerőszakoltam, minden barátom modell volt, a takarítónak meg átkozottak. Utána fölvettek, hát abba hagytam a pedagógiát, erre a pedagógusok megmérgettek, és kirúgtak az összes főiskolára az országba. Már fő voltam éve, és kirúgva. És a akadémián a tanárok olyan rendesek voltak, hogy azt mondták, hogy ne törődj velük, most a mi főiskolát a kultúrához tartozik, nem a iskolaügyhöz. Szépen itt már az ügyülünk rá. Ott is maradtam, végeztem is. Mert aztán jött ugye az 56, akkor másodévesek voltunk. Az a társaság, a Géza Koncsó, szóval ez az én generációm, akik akkor voltak kezdő főiskolások, a mostani értelmiség. Én akkor megnősültem, volt egy pici kis lakás, ott volt, amikor tele volt a szoba, és ott készültünk, hogy átmegyünk harcolni. Egyik barátom ment fegyverért, egy göbörbe, de mielőtt visszajött az oroszok, már voltak Pesten, már Pesten másodszorra, akkor már nem lehetett mozdulni. Hát így megmaradtunk. Már átmegyünk akkor. Ez az értelmiségi réteg, ez az én generációm, ez ott marad. Pesztercét tanítottam, képzőművészetet, szobrászatot megrajzolt, és érdekes volt, mert
akkor kezdődött ott a főiskola, és hát majdnem velem egykorú gyerekek voltak az első évfolyamok, szedték őket össze, nem a gyerekeket, káder, mindenkülönféle. És hát szlovák történelem és képzőművészet szakosok voltak. Hát ebből a képzőművészethez értettek a legtöbbet, mert hát szlovákból, hát mit lehet tudni, hát a világirodalomból semmit, történelemből semmit. Végzős gyerekek. Úgyhogy én első órában tanítottam őket a rajzolni, mintázni, és másik kettőben maradtam a szuméroktól egész a modern irodalomig. Úgyhogy a végén nagyival aludtak. Összeakadtam egy komáromi pártfunkcionáriussal, aki is hallott rólam, leültünk beszélgetni, és hazahívott, hogy jöjjek haza Komáromba, összes hegy az enyém lesz. Hát én hazajöttem örömmel, és hát vettem egy házat, építettem egy műtermet, csináltam egy pár szobrot, és bejött megint a 68. Én meg benne voltam a Csebalok Központi Bizottságában, és hát mink voltunk a fiatal ellenzékiek, és hát a muszákat én megugorasztottam egy kicsit. Hát már akkor előszedtük azt, hogy autonómia. Hát ez kiborított mindenkit, aztán jöttek hozzá ezek a pártfunkcionálisok, tűnjek el, mert bezárnak. Nem tudtak bezárni, nem voltam pártag, és szóval én megúsztam. Ide Tatára úgy jöttem, hogy a dolgaimat nem szeretném, hogyha hát a Ecserin árulnák, hogy nem tudom miért, maradjon egybe, és megállapodtam a várossal, hogy az egész anyagomat odaadom a városnak. Ők megadnak nekem, ameddig vagyok egy lakást, és úgy ellátnak. Ez Tatán a Villanegyedben, a Cseketó partján volt egy villa, amit Vaszavi építettett, főleg nyári lakanak. Azért, mert a felesége használás volt, és itt a levegő megfelelő volt, itt minden parkok voltak akkoriban, meg a házak nem voltak itt. És hát ő neki nagyon jót tett ez a levegő, és azért jöttek ide lakni, és itt aztán nagyon szeretett festeni. Hát a festmény nagy részét itt csinált a házba és udvarba is, meg hát a környéken. Iskolán, de abban nem nagyon sok maradt magyarnak. Szépen áttáltak lassacskán, de hát élni kell. És hát mindenki egy kicsit ember is, és úgy fölcserélik a fontossági sorrendet. Mert ugye azt mondják, első vagyok én, aztán megint én, úgy ismerős. Én meg kicsit fordítva nézem, én úgy mondom, hogy először van a világ, a földünk, az országom, a szűkebb hazám, a családom meg én. A 20. században a magyaroktól elvették a példaképeket. Hát ugye tudósunk, ilyenek van, művészeink vannak, de a magyar nagyok általában katona emberek voltak, katonahőseink voltak. A 20. században, amikor tudáinkban fasiszta
az embereket csináltak, ugye? Mert hát harcoltak a Szovjetunió ellen, meg nem tudom. Úgyhogy a városokban még világháborús emlékek sincsenek. Például a Komáromban sincs második világháborús emlékmű, első is csak a templomban. Úgyhogy a mi hőseinkről úgy elfeledkeztünk, mintha nem is lettek volna. Úgyhogy én letettem a garast, hogy én a népemért és a népemnek, népemről akarok beszélni. Úgyhogy nekem minden szobrom a magyarsággal kapcsolatos. Más nem is csináltam. Állami megrendeléseim nem is voltak, úgyhogy én inkább vidéken dolgoztam, a kis helyeken, kis polgármesterekkel, mert minden tizedik polgármester azért nagyszerű ember volt, lehetett velük tárgyalni, és eljöttek, hogy felagjék egy kopjafát, és szobor lett belőle. Szóval lehetett velük tárgyalni, úgyhogy én egész életemben, mondom, a magyar tematikával dolgoztam, főleg felvidékiben. Most már, hála Istennek, talán már Magyarországon, meg Erdélyben is fogok tudni dolgozni, de az életem kötődik a magyar múlthoz, a magyar történelmhez, a magyar életünkhez. Ebben van kitelepítés, van Eszterházi, vannak a nagyjaink, a Szent Szimolnár, meg Monkoltege, meg szóval ilyen érdekes figurák. Mai napig ezen dolgozok, hogy a múltunkat próbálom éleszteni és tartani az emberekbe a lelket. Próbálom azokat az embereket, vagy azokat személyiségeket megmintázni, vagy azokról mintázni, vagy azoknak a problémáit megmintázni, akik hát ezt a nemzetet tartották, akik szenvedtek érte, akik harcolnak, dolgoznak érte, akik adják az életüket, a lelküket odaadják érte, mert csak ennek van értelme. Nemrég Erdélyben voltam, ott Orbán Balázs táblát csináltam, és megható volt, alattuk a táblát, ott a sok széken gyönyörűen öltözve gyerekek felnőttek, és éneklik a székeim. És pacsol a könyvük, nekem is. És aztán mondom nekik, hogy így csinatjátok Csabát. Van nektek Csabát? Hogy nincs? No, majd nem csinálok. Szóval annyi adóságuk van 100 év alatt, amit kihagytunk. Hát Budapesten nincs Buda szobor. Nincs Attila szobor. Attila városában nincs Attila szobor. Németeknek, az osztrákoknak van Attilájuk. Mink olyan gazdag vagyunk magyarok, hogy a Nibelungot is odaadjuk a németeknek. Ezt Esztergomba gyűjtették, fordították németre. És a németek, osztrákok a Dunapartján megmintázzák Attila szobrot, hogy fogadja Ildikót. Hét figurás kompozíció, monumentális kompozíció. Németeknek van Attilájuk. Magyarok kezdték Attila szobrot, és mindig lefújták. Mert mink szégyelünk mindent. Mink szégyelünk a hunokat, mi szégyeljük a szkétákat, mi szégyeljük a várókat, mert azok sem miénk, ugye? Amúgy avaroknak mondják, nehogy azt higgyük, hogy az a miénk. Két lehetőség van, itt maradni, szóval megmaradni a szülőhelyen, és beolgatni. Vagy pedig átmenni Magyarországra. A harmadik, vagy a legrosszabb, ha elmennek külföldre, nyugatra. Úgyhogy mostan vagy feladjuk a területet népességgel együtt, vagy a nép egy részét megmentjük, mert hát kihagyjuk a házát, a temetőjét, a rokonjait. Szóval szörnyű, hogy
Hát most ebben az utolsó 25 évben százezer magyar veszett el Szlovákiát. Itt van az sok átvedlett ember, aki valamikor magyar volt, akinek a gyerekei már nem tudnak magyarul. Ezek a legkadagonosszabb sovinisták. Mert ki a legnagyobb ellenség az embernek, akitől lopik? Ha én lopok valakitől, az a hülye, az vissza szeretné tőlem, tehát ő a legnagyobb ellenségem. Tehát ő ellopt, ő feladta a magyarságát, aki magyar maradt, az a legnagyobb ellenségem, mert ő tudata mélyén tudja, hogy ő nem szlovák, nem román, nem szerb. És hogy ezt vagy ki egyensúlyozza, hát gyűlölködik. Mind az ember, aki ellopja a másik pénztárcáját. És aztán csodálkozunk, hogy ilyen magyar nevű, meg magyar családból így viselkedik. Hát rosszabb, mint a... Mert a fönti szlovákokkal semmi baj nincs. Azok csöndes emberek, akiket hát a körül, akkor lejöttek ide, mert itt kaptak munkát, egészen véletlenül. Azokkal nincs baj, ezek az átvedlett, akik tegnap még magyarok, meg németek, meg zsidók, nem tudok kik voltak, ezek a legnagyobb szlovákok. Úgy kellene tanítani, olyan szellemiséget kellene behozni, ami megváltoztatná Európát. Hát itt van ez az Eszterházy. Ő, ugye már a németek is keresték őt, és el akarták vinni, mert hát a zsidókat mentette, és hát nemzeti gondolkozású volt, és azt nem szerették a germánok sem. Vége volt a háborúnak, jelentkezett a Benesnél, és azonnal kiadta őt, és vitték Oroszországba. És hát ott egy úriember, nagyon szép, jóvágás úriember, mire kikerült Oroszországba, már mesztelen volt 40 kiló, mert leszették róla az utolsó ruhát is. És a sarkarőnk túl mesztelen volt, rádobtak egy katonakabátot. Tüdőbajjal, fogatlanul, agyonverve, mindenféle betegséggel. Szóval akkor visszaadták, Csehszlovákiába, és halálra ítélték majd. Kegyelemből életfogytiglanra változtatták. Azt az embert, akit már a börtönbe is szentnek tartottak. Ő olyan légkört teremtett maga körül, hogy a börtönőrök is irigyelték, mert ők féltek egymástól, mert ők jelgették egymást. Ennek még már nem volt mitől félni. És félelmetes keresztény, félelmetesen szép keresztény viszonyokat teremtett maga körül. Na most, nekem van egy álmom, nekünk, hogy ahol meghalt Mirova, az Morva, a lengyel határon, ott, ahol meghalt, oda egy szarándokhelyet csinálni. Mert a ő anyja lengyel. Azt félig lengyel, félig magyar Eszterházy. De magyar neveltetésben részesült, a felesége is itt maradt, miután őt elvitték, és arra gondoltam, hogy Szentélyre fogják őt avatni előbb-utóbb, mert úgy jött, és egy kálváriát szeretnék csinálni, Eszterházy kálváriát, mert ő a börtönből kijuttatott szent képen, meg aláhúzva a Bibliában, vagy valahol valami,
ilyen kis mondatokat. És a Molnár Imre összeszedett 14 ilyen megnyilvánulását Eszterházinak, és én abban csináltam egy kálváriát. Szóval ő viszonya az Istenhez. Mert egy csodálatos ember, ő már, mikor kezdődött ez az egész háborúknak a befejeződése, amikor már tudta, hogy mindennek vége, ő tudta, hogy itt marad, nem fog elmenni nyugatra, meg sehova, és mehetett volna. Ő azt mondta, hogy a szenvedését feláldozza a magyar nép, kisebbségi magyarságért. Szóval ő életáldozatot csinált úgy, mint Jézus Krisztus. Ő a szenvedését a népért feláldozta. Ez az ember végtelenül sokat szenvedett. De egy olyan lelkiséget hagyott maga után, ami Európát vissza tudná zökkenteni, visszahozni azt a európai keresztény, jól felfogott keresztény kultúrát. Nem a pénzért csinált lapokat, hanem a jó keresztény kultúrát, a szeretet kultúráját. Nem a 200 szektát, mert lassan annyi van, hanem a Krisztusitát, a szeretet vallását, nem a gyűlölet, a szeretet vallását. Ezt nagyon ki kell használni, hangsúlyozni. És ha ez sikerülne, akkor volna egy zarándok helyünk, ami közelebb volna, mint Csík. És ez a börtön, mondom, ott van a Lengyel-Morva határon, ahol 500 lengyel hazafit és 500 csehszlovák hazafit, ilyen eszterházi kvalitású embereket égettek el, szakgyilkoltak meg. Lengyelt is, csehszlovákot is. Tehát zarándok helye volna a lengyeleknek, nem magyaroknak. A csehek is belemennének. Szlovákiában meg itt vannak a magyarok, hát szentjük nekik is lehet talán. És ezt a háromféle húzott szlovák pártokat Eszterházi nevében egyesíteni lehetne, mert ellene nem mer szólni senki. És akkor végre egységesek lehetnénk, és akkor más van a százalék arányunk. És ha éppen Kelet-Európában, erről Viktor sokat beszél, új megújódása, reformálása ennek a keresztény kultúrának, mert ha így megyük tovább, a Mohamed állat megesznek bennünket. Akkor föltámadta, lehetne egy új reneszansz, vagy egy új reformáció lehetne, ahol az egyház tényleg talpra állna, és a szeretetet azt terjeszteni, ami a dolga, amiért kitalálták őket, amiért a jobb papoknak elhivatásuk volt. Ha ezt csinálnák, akkor erkölcsön megújulna itt a nép, és megmaradt az európai kultúra.